Az orosz megszállók felére csökkentették a rakétacsapások számát, és ezek kivétel nélkül az energetikai infrastruktúra létesítményeinek megsemmisítésére irányulnak. Jelentette ki Oleg Romov, a fegyveres erők vezérkara hadműveleti főosztályának helyettes vezetője. Elmondta, hogy egy hét leforgása alatt Oroszország 52 rakétát lőtt ki Ukrajnára, de egyik sem irányult katonai célpontok ellen. Az ellenséges rakétafegyver használat jellegének ellenzése az elmúlt héten a támadások intenzitásának jelentős csökkenését jelzi. Például október 19-e óta az ellenség 52 rakétát lőtt ki Ukrajna területére. Október 10-e és 18-a -e között ugyanakkor 146-ot tette hozzá. A tiszt jelezte, hogy az összes orosz rakétacsapás Ukrajna energetikai infrastruktúrájának objektumai ellen irányult. Ez a háború szabályainak és szokásainak cinikus megsértésének Mutatott rá. Mint megjegyezte az ellenség cirkáló rakétáinak, csak nem fele meg semmisült. Október 19-e óta az ellenség 114 pilóta nélküli légijárművet is bevetett az Ukrajna területén lévő polgári és katonai infrastruktúrális létesítmények ellen, ami az előző héthez képest harmadával kevesebb. A légvédelmi rendszer hatékonysága is megfelelő szintű, és a lelőtt ellenséges drónok aránya 79%, mutatott rá Oleksiyi Hromov.